Sziasztok, Stály Judit vagyok. Már beszéltem nektek arcápolási cuccok miatt a mikroműanyagokról, ezekről az apró kis dögökről. Ők azok az 5 mm alatti részecskék, amelyek többek közt megtalálhatók kozmetikumokban is. Aztán rólunk, amikor lemossuk őket, belekerülnek a lefolyón át a csatornákba, majd az élővizeinkbe. A halak megeszik, mi pedig a halakat, és már is belénk költözött ez a rohadt strapabíró népség. Van egy csoportjuk, a folyékonyak, amelyekkel rengeteg kozmetikai készítményben találkozhatunk. Mármint nem a csomagolásukban, hanem magában a cuccban, amit használunk. Például amikor egy sampon olyan szépen kisimítja a hajszálakat, vagy egy testápolót annyira kellemes felkenni, illetve amikor egy rúzs lágyan bevonja a szájunkat. De az is gyanús, amikor a fényvédő nem marad ilyen fehér vakolatként a bőrön. Na, ezeknél a helyzeteknél kell résen lenni, mert nem mindig, de gyakran mikroműanyagos a helyzet. És ezért tetszik nekem, hogy például a Rossmannban nem kell Miss Marple-t játszanom, ugyanis a saját márkás cuccaikról egyszerűen megtudható, vajon tartalmaznak mikroműanyagot vagy sem. Mert van rajtuk egy jól látható jelölés, ha nincs bennük. És ebbe beletartoznak a folyékony gazemberek is, nem csak a szilárd halmazállapotú bűnözők. Ráadásul ezek a mikroműanyagmentes kozmetikumok semmivel sem tudnak kevesebbet, mint a vétkes társaik. Persze, van köztük jó, és még jobb, és akad néhány egészen kiváló. Na, ezekre kell lecsapni. És most mutatok néhányat azok közül, amelyeket kipróbáltam, és amelyeket a személyes toplistámra tettem. Kezdjünk egy egészen picikével, és nem szabad bedőlni annak, ahogyan elnevezték, mert úgy hívják, hogy Melbimbo krém szoptatós anyáknak. Na, ezt gyorsan felejtsük el, ugyanis ennél jóval több, megkockáztatom, valószínűleg a világ egyik legjobb csodaszere száraz bőrre. Tényleg kicsi cucc, de annál hatékonyabb. Rengeteg lanolin tartalmaz, ez az első az összetevői listán. Aztán rögtön utána jön a napraforgóolaj, a jojobaolaj, a mandulaolaj és E-vitamin. És a mérete miatt táskába is simán belefér. Használható szájbalzsamnak, töredezett hajvégre, de körömágy ápolónak vagy száraz könyökre is, amolyan mikroműanyag nélküli méhenyfürál lesz. Hasonlóan nagy kedvencem egy másik krém, szerintem már mutattam, de most újra előkapom, mert megérdemli. Tehát elvileg ez egy mikroműanyagmentes kézkrém. Csak hogy nagy kár lenne egyetlen feladattal megbízni. Van benne rendes mennyiségben urea, amely kiváló természetes hidratálóanyag. És tartalmaz seavajat, valamint ázsiai gázló kivonatot, azaz, ahogy Magyarországon szoktuk mondani, cicát, szóval szikát. Ez a sziká, avagy az ázsiai gázló ugyanaz az anyag, amely mostanában annyira ismert lett a koreai bőrápolás miatt. Tehát bátran ajánlom nem csak kézre, hanem arcra, nyakra, dekoltásra nyugodtan lehet használni. És akkor vissza a kismamáknak szóló kozmetikumokhoz. De továbbra is még a mikroműanyag nélküli vonalon. Mert találtam még egy szuper cuccot, és azóta szinte naponta használom. Ez a testápoló olaj azt hirdeti magáról, hogy megakadályozza a terhességi csíkok kialakulását. Hát mondjuk ezt kétlem, mert szerintem nem létezik ilyen kozmetikum. De azt garantálom, hogyha zuhanyzás után felkened a még enyhén nedves testedre, baba finom lesz a bőröd, ugyanis mi más lehetne ennyiféle hatékony bőrtápláló olajtól? Ötféle olaj van benne. A mandula olajtól a makadámia olajig, a napraforgó olajtól a jojobáig, és még egy kis szólya olaj. És hogyha ennyi nem lenne elég, adtak hozzá ráadás E-vitamint. De ha mondjuk túl soknak érzel egy testolajat, akkor összeismertetlek egy számomra szintén jól teljesítő naturkozmetikai testápolókrémmel, ez is mikroműanyagmentes, mert ugye Jalterra.
Fogalmam sincs, hogy miért hirdetik róla gránátalmás. Tényleg rejtőzik benne bőrregeneráló gránátalma magolaj, de ez csak a 9. az összetevői listán. Viszont dúsan hozza a bio-sea vajat, amely csodálatos hatású száraz bőrre. És énekel még benne bio-olívaolaj, valamint egy cukorbázisú hidratáló faktor. És ezen az utóbbin, ezen a cukor alapú hidratálón, ezen igencsak meglepődtem, mert eddig csupán drága arcprimerekben találkoztam vele. Úgyhogy ezt a testápoló krémet is abszolút érdemes megjegyezni. Végül nézzünk most egy mikroműanyagmentes sampont. Szerintem ez legalább annyit tud, mint sok más többszörös árut társa, csupán nem annyira csili-vili a csomagolása. A zsírosodó fejbőrre jól működő niacinamidot tartalmaz, meg pantenolt, amely szintén hatékony. Ezen kívül van benne egy csokor gyógynövény kivonat. Kamilla, martilapú levél, csalán, citromfű, mezei zsúrló, rozmarin, zsája és vadgesztenye alkotja a stáblistát. És ami szerintem még külön említést érdemel erről a mikroműanyagmentes samponról, az az ára. Két érmével is ki tudod fizetni, hát le a kalappal. Ennyi fér bele mára, és nem több, pedig találtam még jó párat, amelyet szívesen megmutatnék, úgyhogy úgy gondolom, hogy a következő részben folytatom. Nézzétek meg azt is!